Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged ezen az új napon, a kegyelemnek napján, amikor megemlékezhetünk feltámadásodról, a csodálatos győzelemről, amely nekünk halandóknak megnyitotta a menny kapuját, és örök életet biztosított minden érdemtelenségünk ellenére. Jövünk hát hozzád, hogy halljuk a te szavadat, hogy megértsük még jobban azt az áldozatot, amit értünk emberekért hoztál, hogy ezt megértve, az életünket ehhez igazítsuk, és akaratod szerint tetszésedre éljünk. Amen. Közel van már az a nap, mikor az ég föld többé sötétség, sem fájdalom, sem szenvedés, örök békes öröm vár Jézusomnak oldalán. Mi csodás, mi dicső lesz az a nap. Csodás találkozás, mikor Jézus előttem áll, fénylő arcát nézhetem, és rám ragyog a kegyelem, nyújtja át szegzett kezét, és vezet új hazám felé. Csodás, mi dicső lesz az a nap. Nem lesz bánat és gyász, terhet nem viszel tovább, nem lesz ki. A vasárnap délelőtti ige sorozat János evangéliumával foglalkozik, ennek a 12. fejezetéből fogom most felolvasni a 20. verstől a 33. terjedő szakaszt. A következőképpen szól az evangélium a jelzett helyen.
Néhány görög is vala azok között, akik felmenének, hogy imádkozzanak az ünnepen. Ezek azért a galileai Betsaidából való Filephez menének, és kérjék őt, mondván, Uram, látni akarjuk a Jézust. Megy vala Filep, és szól a Andrásnak, és viszont András és Filep szól a Jézusnak. Jézus pedig felele nékik, mondván, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Aki szereti a maga életét, elveszti azt, és aki gyűlöli a maga életét a világon, örök életre tartja meg azt. Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Most azért lelkem háborog, és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától, de azért jutottam erre az órára. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet! Szózat jöve azért az égből, meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem. A sokaság azért, amely ott állt, és hallotta vala, azt mondá, hogy menj dörgött. Mások mondának, angyal szólt néki. Felele Jézus és mondta, nem én érettem lőne szó, hanem ti érettetek. Most van e világ kárhoztatása. Most vettetik ki e világ fejedelme, és én, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonszok. Ez pedig azért mondá, hogy megjelentse, milyen halállal kell meghalnia. Az imént hallott evangéliumi részlet bősége, gazdagsága arra késztet, hogy versről versre elemezzük, nézzük meg, mit üzen Isten igéje számunkra. A bevezetésben azt látjuk, hogy a nagy ünnepre felgyűlt seregben, ott Jeruzsálemben, ezt mi virágvasárnapi ünnepnek nevezzük, Jézus bevonulása Jeruzsálembe, a nagy sokaságban voltak nem csak zsidók, hanem pogányok is, görögök. A Biblia ennyit ír róluk, hogy görögök voltak azok között, akik felmentek, de hogy kik voltak ezek a görögök, csak találgatni tudjuk. Némelyek szerint egyszerűen a
Jézusi tanítást megismerni akaró emberek voltak, akik keresték az igazságot, egyféle görög filozófiai gondolkodás örök igazságát, és meg akarták ismerni Jézus tanítását is. Mások szerint lehetségesnek tartják, hogy Edessa királyának, ez egy görögországi város, a küldöttei voltak, akik Jézust meg akarták hívni a királyi palotába, udvari filozófusnak. A harmadik elképzelés szerint ezek a görögök már zsidóságot felvett, tehát prozelita emberek voltak, akik úgy kerültek oda a nagy ünnepségbe, mint akik valóban jogosultak arra, hogy ott legyenek, és most alkalmat láttak arra, hogy a zsidók által jól ismert, számukra talán újdonságot jelentő személyt, ezt a híres és nevezetes Jézust megismerjék. Ez utóbbira val talán az a tény, ahogyan a Biblia tanít minket, hogy azért jöttek fel Jeruzsálembe, hogy imádkozzanak az ünnepen, ehhez pedig egy olyan zsidós gondolkodás kellett, egy prozelita felavatás, amely feltételezi a harmadik variációt a lehetőségek közül. Érdekes részletet kapunk abban is, hogy a betszaidai Fülöphöz mentek először. Valószínűleg azért, mert görögös neve volt. A Filippos emlékeztette őket az otthoni görög nyelvre. Az is lehet, mondják némelyek, hogy a Dekapolisnak, vagyis Tízvárosnak görögjeivel tartott kapcsolatot Fülöp, ezért őt ismerhették róla, gondolták, hogy legalkalmasabb lesz, hogy bevezesse őket a mesterhez. Ami ezután következik, érdekes, hogy mintha egy szigorú őrizet alatt lett volna Jézus, pontosabban védelem alatt, talán így helyesebb mondani, a tanítványok nyugalmat akartak adni neki, és nem akarták, hogy mindenki háborítsa, ezért egyféle szűrőn keresztül lehetett csak hozzá eljutni, legalábbis ebben a pillanatban, hiszen máskor látjuk, hogy hatalmas tömegek vették körül, és Jézus bármilyen fáradt is volt, mindig kiszolgálta őket. Most tehát Fülöpöt látjuk Andráshoz menni, talán tanácskoznak, aztán ketten együtt mennek Jézushoz, és vezetik oda ezeket az érdeklődő embereket, ezeket a görögöket. Amikor oda mentek a görögök Fülöphöz, azt mondták, hogy Uram, látni akarjuk a Jézust. Ez a vágy nyilván több volt, mint szemmel látni, megismerni, hanem olyasmit akartak elérni tulajdonképpen, hogy beszéljenek vele, hogy megismerjék az ő gondolkodását, az ő tanítását. De maga az, hogy látni Jézust, ez egy olyan vágy, ami azóta is sok ember számára megmaradt. Látni Jézust, talán elég is. Látni őt egy szoborban, egy festményen, esetleg meghajolni előtte, és úgy szép távolról, biztonságos távolságból tisztelni őt. De közel menni Jézushoz, úgy ismerni őt, mint aki a megváltóm, úgy ismerni őt, mint akit a szívembe fogadok, ez nagyon sokoknak túl magas, túl meredek, és nem vállalják. Látni Jézust. Hogyan lehet látni Jézust? Mert ma is látható, de nyilván nem a fizikai valóságában. Jézus ma a tanítványaiban látható. Bennem és bennetek. Azokban látható, akik ismerik őt és a szívükbe fogadták. Akik hallgatnak a szavára és engedelmeskednek neki. Az ilyen emberekben látható meg Jézus ma is. És a világ ma is akarja látni Jézust. De mert nincs más megoldás, rajtunk, azokon keresik Jézust, akik hívők, akik már ismerik őt, akikből vagy akiktől remélni várják meglátni Jézust. Nagy felelősség van hát rajtunk. A világ azt mondja, látni szeretnénk Jézust. És mi vagyunk a letéteményesei annak, hogy Jézus bennünk és általunk láthatóvá legyen a világnak. Minden nap erre kell gondolnunk. Valahányszor találkozunk valakivel, ismerőssel vagy ismeretlennel, közelivel vagy távolival, hívővel vagy nem hívővel. Bennünk látszania kell Krisztusnak. Elmentek tehát Jézushoz, és úgy tűnik, hogy az, amit fel van itt jegyezve, mintha nem is a válasz lenne a görögök kérésére, nem valami filozófiai eszmefuttatás, hanem valami nagyon is reális bemutatása annak, ami nagyon közel van. Mi már tudjuk, hogy ez
a virág vasárnapján készül, tehát a hét első napján, de az ötödiken már 5 nap múlva Jézust keresztre feszítik. Ezt az elkövetkezendő nagy eseményt fejti ki Jézus, annak az okát, a hátterét, a miben létét, ezt mondja el válaszképpen a görögöknek. Így felelt nekik, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Az embernek fia, itt most azt a szót használja, amit Dánielnél megismerhettek a zsidók. És lehet, hogy nem voltak biztosak benne, ki is ez az embernek fia. Hasonló az Isten fiához? Vagy valaki más? Jézus szeretett így harmadik szemében beszélni önmagáról. Hogy ne őt, az embert, ne a József fiát látsák benne, az ácsot, hanem azt a szemét emeli ki, ember fiának nevezve, aki az Isten küldötteként a világ, az ember megváltásáért jött el. Tehát amikor valaki nem önmagát helyezi előtérbe, hanem az általa képviselt intézményt, céget vagy feladatsort, valahogyan így tesz Jézus is, amikor azt mondja, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Érdekes dolog a megdicsőítetés szót használja. Miközben a halálra készült, és a halál, a kereszthalál különösen egy csúfos, rettenetes, szomorú vereségnek tűnhet, ő megdicsőülésnek nevezi. Mert számára a földi munkája értelmében ez volt a megdicsőülés, a beteljesedése vagy beteljesítése mindannak, amiért eljött. Így folytatja. Aki, bizony mondom nektek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Képes beszéd, pontosan úgy, mint a példázataiban. Tökéletesen érthető egy a mezőgazdaság világából hozott hasonlattal, önmagát egy olyan magnak nevezi, búzamagnak, vagy bármilyen gabonamagnak, amelynek az a sorsa, sorsának a beteljesedése, hogy bevessék a földbe, hogy a göröngyök fölötte bezáruljanak, és ott a föld mélyében elinduljon valami különleges dolog. Először semmi nem történik, de egy idő után áthatja a föld nedvessége, megduzzad, és elindul benne az élet. És az, amit elvetettek, tulajdonképpen felemésztődik, de belőle valami új, sok gyümölcsöt adó termés születik meg. Amikor Jézus ezeket elmondja, önmagára gondol természetesen, hogy az ő halála, sírba tétele, valami új gyümölcsöt fog hozni, és pedig gazdagon gyümölcsöző lehetőséget ad az embernek, és amikor feltámad, a gyümölcs is meg lesz. A feltámadás csodálatos gyümölcse és ereje. Amikor magáról beszél Jézus, nem feledkezik el rólunk sem. Minket, embereket, az ő követőit is megszólít. Amikor azt mondja, hogy aki szereti a maga életét, elveszti azt, és aki gyűlöli a maga életét a világon, azt tudja megtartani az életre. A magunk életét szeretjük. Szeretünk jól élni, mindenki keresi a kényelmet, a komfortosságot, a bőséget, a lehetőség szerint minél kevesebb feladatot, vállalást, szeretjük az életünket. Jézus azt kívánja, hogy mind a helyet, amit így ösztönszerűleg szeretünk, őt tegyük első helyre. Ezt mondja ő meggyűlölésnek. Ijesztő ez a szó, de nem többet vagy nem más jelent, mint hogy hátra tenni önmagunkat, mindenféle aggódásunkat, mindazt, amivel magunkat ki tudjuk emelni a világból. És őt tegyük arra az első helyre, ahová illik őt tenni. Ezt jelenti meggyűlölni magunkat, és ezáltal elnyerni az örök életet. Oly sokan hisznek Jézusban, látják őt, de az életüket nem hagyják, vagy nem akarják megváltoztatni. Továbbra is ők akarnak elsők lenni az listán, a saját életük listáján. Az ilyenekről azt mondja Jézus, hogy nem fogják megtartani, nem fogják megkapni az örök életet. Feladat vár ránk. Lemondani arról, amit annyira szeretünk, azért, akit annyira szeretünk. Így kell legyünk mi is, búzamagvak, amelyek olykor beesnek a földbe. Amikor látjuk, hogy körülöttünk sötétség van, amikor minden világosság eltűnik, amikor
a földbe esett búzamag életét éljük, ami nem egy komfortos dolog. Akkor tudjuk, hogy ez azért van, mert így lesz életté, gyümölcsöző életté, ami régi emberünk halála. Ezt várja Jézus is tőlünk. Pontosan, hogy őt szolgáljuk, hogy őt kövessük, és ahol én vagyok, ott lesz ő is. Ha én a föld alatt vagyok, ott lesz ő is. Ha én feltámadok, vele együtt mi is feltámadunk. Most azért az én lelkem háborog folytatja ezt a monológot, és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától. De hát ezért jöttem tulajdonképpen, ezért jutottam erre az órára. Jézus emberségét látjuk itt megint, ahogy majd a Gecsemáné kertben pár nap múlva. Belegondol abba a rettenetbe, ami vár rá, arra, amit talán sejt, vagy éppen tud, hogy eljön a pillanat, amikor az atya elhagyja őt, amikor teljesen magára marad, és ettől az ő lelke háborog, azaz feszültségben van, rettenetesen rossz érzést kelt benne. Hogyne? Hogyne lenne rossz érzése az embernek, a hívő embernek, aki ismeri és bírja az Isten jelenlétét az életében? Mire gondolnánk, ha egyszer azt mondanák, holnaptól Isten kilép az életünkből, és hagyja, hogy úgy éljünk, ahogyan tudunk, ahogyan bírunk, a magunk képességei szerint. Aki megértette az isteni gondviselésnek a lényegét, biztosan, hogy elborzadna, felháborodna a lelke, ahogy olvasjuk itt Jézustól. De nekünk nem kell ettől tartanunk, mert Isten megígérte, hogy végig velünk lesz. Jézus szavai a búcsúzáskor azt mondják, hogy mindig veletek leszek, minden napon. Nem kell félnünk attól, hogy elhagy, hogy magunkra hagy, hogy egyedül maradunk. Jézus felteszi a kérdést. Most forduljak meg, most kérjem az atyától, hogy hagyjon, vagy mulassza lesz az órát, vagy őrizzen meg ettől az órától. Döbbenetes tisztánlátásról tesz bizonyságot, amikor azt mondja, de hiszen ezért jöttem. Ez a célom. Ez a lényeg. Ezért hagytam el a mennyet. Ezért jöttem a bűnös földre. Ezért küszködtem idáig. Ezért nyeltem le annyi sok fájdalmat, szégyent, megaláztatást, hogy végre dicsőítsem meg az atya nevét. Így is mondja tovább, atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Szózat jött az égből, és azt mondta, meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem. Egyszer már korábban találkoztunk azzal, hogy Jézus megdicsőült, pontosabban használja ezt az kifejezést, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Itt most ugyanaz a fogalom, de másra kivetítve, atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. És ezzel ugyanazt mondja, amit majd a főpapi imádságban fog elmondani, így kezdi, hogy dicsőítsd meg a te nevedet. És meg is dicsőült abban, amit Jézus tett, az ő munkájában, amit hiánytalanul elvégzett, az atya dicsőségére. Úgy képzeljük ezt el, mint amikor egy tehetséges fiatalember elmegy világá, és azzal, amit az ő apjától kapott, bölcsességet, életismeretet, úgy él, és úgy jár a világban, jár kell, hogy akik látják őt, benne felismerjék az édesapa szellemi örökségét. Így mondja Jézus is, hogy dicsőítessék meg az atya neve abban, amit én teszek a keresztre feszítésben. A megszólaló mennyei hang pedig múlt időben is és jelenben is, egy kicsit a jövőre utalva is beszél a megdicsőlésről. Megdicsőítettem a nevemet mindazzal, amit eddig tettél, és meg is fogom dicsőíteni azzal, amit ezután teszel. A keresztek halálával. Érdekes hallani és olvasni a közönség reakcióját. Akik ott voltak, úgy olvassuk, hogy hallották ezt a mennyei szózatot, de azt mondták, hogy menny dörgött. Mások azt mondták, hogy angyal szólt neki. Mennyire igaz ez az ember életére? Mindjárt életére, amikor még nem hisz az ember, a természet feletti dolgokat megpróbálja megmagyarázni. Azt a mennydörgő hangot, amit a közösség a jelenlevők hallottak, némelyek természeti eseménynek nevezték. Úgy, ahogyan a bibliai csodákat nagyon sokan megpróbálják megmagyarázni, újra magyarázni és természeti törvények keretein belülre helyezni, például a Vöröstenger ketté nyílását, hogy olyan erős szél fújt, hogy egyszerűen elfújta a vizet, és úgy mentek át.
Na hát ilyen és ehhez hasonló blödségeket sokat lehet olvasni, amikor valaki nem akarja megérteni, hogy a csoda attól csoda, hogy a természet törvényeit kifeszíti, túl van rajtuk. Itt is egy olyan csoda történt. Megszólalt valahonnan valamilyen hang. Nem tudom, ha hallottátok, már többször is volt egy-egy cikk arról a furcsa hajókürt-szerű hangról, amit hol Svédországban, hol legutóbb éppen Magyarországon, a Hortobágyon lehetett hallani. Nem tudja senki sem az okát, az eredetét, nem volt semmi olyan közel és távol, ami ilyen hangot adhatott volna ki, amilyen messzire elhaljon, több kilométer távolságra is lehetett érzékelni egyik pontról a másikig. Megpróbálták megmagyarázni, bár még eddig nem sikerült, de mindenki természeti eseményként próbálja megmagyarázni. Így tettek itt is azok, akik hitükben nagyon távol voltak az Istentől. Akik mindenben magyarázatot keresnek, csak hogy ne kelljen csodáról beszélniük, azaz az Isten jelenlétéről. Aztán voltak olyanok, akik egy kicsikét közelebb voltak az Istenhez, egy olyan középső kategória, akik angyali szózatot véltek felismerni abban, amit az Atya szava jelentett. Nem olvassuk, de bizonyára voltak olyanok is, akik elfogadták. Ez egy mennyei jel volt. Jézus meg is magyarázza, nem én érettem lőne szó, hanem ti érettetek. Hogy higgyetek, hogy megértsétek, újból és újból, hogy ez az én fiam, akit szeretek, benne gyönyörködjetek, megdicsőítettem őt, és megdicsőítette ő is az én nevemet. Ez a párbeszéd, a menny és a föld között, ugye háromszor is fel van jegyezve a Bibliában, és az emberek olyan nehezen értik meg. Pedig az Atya szólt, hitelesítette a fiút, és megdicsőítette azzal is, hogy szólt hozzá, úgy, hogy a földiek is hallhatták. Nem értem volt tehát, hanem értetek, hogy értsétek és fogadjátok el. Van egy másik élet, van egy másik világ. Van az Istennek a birodalma, királyi uralma, ahonnan megszólal és üzenetet küld számunkra. A mi üzenetünk a Biblia, amit Isten küldött. Ő abban magyarázza el mindazt, amit tudnunk kell, amit tudomásunkra akar hozni. Miközben ezek a dolgok történtek, Jézus összegzi a dolgokat, hogy miért is van, és mi az, amit hallunk. Most van-e világkárhoztatása, most vetteti ki a világ fejedelme. Ez a most nem percre pontosan azonos időpontot jelentett, hanem most a közeljövőt, a kereszt halálát, a kereszt fölötti, vagy a halál fölötti dicsőséget. Most vetteti ki a világ fejedelme, vagyis szűnik meg az uralma. Az ember fölötti uralma, amely addig korlátlan volt, ezután korlátok közé kerül. Még tudja kísérteni, de hogy éppen az Úrtól tanult imádságból hallottuk, ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, ezzel a kéréssel, vagy erre a kérésre tanít minket Jézus, ezzel kell odaforduljunk a mindenhatóhoz, amikor imádkozunk. Mert még van hatalma, hogy kísértésbe vigyen, de minél távolabb van tőlünk, annál kisebb az esély, hogy elessünk. Az ördögnek, ahogy már többször is elmondtam, annyi hatalma van az emberen, amennyit megenged. Ez a Golgotának a dicsősége. Azelőtt nem tudott mit tenni senki, semmit a gonosz ellen. De amióta Jézus legyőzte, azóta bár még van mozgástere, még csak előzetesben van, de az ítélet már megszólalt fölötte. Csak még éppen nem jutott arra a helyre, amely számára és az ő angyalai számára készítetett. Így van tehát, e világ fejedelme kivettetik. És utána jön az az utolsó záró gondolata ennek a hosszú Jézusi monológnak, amely arról szól, hogy ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Mármint, hogy mindenkit. Ez a mondat sokáig izgalmas volt számomra. Én úgy összegeztem, hogy már van egy konkrét üzenete, de én háromszor is látom ezt a vonzalmat megszületni. Az elsőként például ott az Efézusiakhoz írt első levélben, ahol Pál apostol arra tanít minket, hogy még a világ kezdete előtt már Isten elrendelte, hogy Krisztuson keresztül benne hozzávaló vonzódásunkban kapjuk meg a kiválasztatást. Áldott legyen az Isten és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással
aszerint, amint magának kiválasztott minket, ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek. Ott, még akkor a világ teremtése előtt az Atyaisten eldöntötte, hogy lesz megoldás az ember számára, lesz kiválasztás, és ez a kiválasztás, ez a Krisztushoz való vonzódásunknak az alapján fog megtörténni. Mindenki számára megadatik a lehetőség, hogy Krisztushoz jöjjön. A magamhoz vonzó gondolatának a második, valószínűleg abszolút értelme az, amit Jézus itt most a kereszt haláláról beszélve, arra emlékeztet, hogy amikor a római szokás szerint az elítéltet a földön fekvő kereszthez kötözik, vagy az ő esetében szögezik, utána ezt a keresztet a rajta függő testtel együtt felemelik. Felemeltetem. És abban az állapotában, ahogyan a kereszten kiszolgáltatottam, de mindezt tudatosan vállalva, és az Isten akaratának betöltésével végezte el, ezzel fog magához vonzani sokakat. Ezzel tudja az emberi szíveket megmozgatni. Ezáltal lesz értelme a Krisztus követésnek minden ember számára. És végül még egyszer lesz egy ilyen vonzás, az első tesszalonikai levélben olvassuk Pál apostoltól, hogy amikor el fog jönni az ég felhőiben, magához ragadja, elragadja, más szóval magához vonja azokat, akik hitben haltak meg, és éppen hitben élnek. Ez lesz az a harmadik magához vonzás, ami az idők végén fog megtörténni. Ez a három nagy pont, az idő kezdete, még mielőtt megteremtetett volna az ember, a Golgota pont, a nagy változás, és végül Krisztus visszatérése. Mind a három alkalom a magához vonzásnak valóságát hirdeti meg. Ma is vonz Jézus, ma is hív, ma a kereszt szavával. Kedves testvérem, kedves hallgatóm, legyen ez tudottá számodra is, és éld meg úgy az életedet, mint aki Krisztus vonzásában van, vonz és választ. Jézus vonza, és te választja, választod őt. Legyen ez így életünkben, és akkor igazi, értékes és értelmes életünk lesz, amelyben megdicsőítetik az ő neve. Amen. Lelkem áld az Urat, áld az Urat, egyedül őt imád. Zengjúgy, mint soha még, őt dicsér, a lelkem csak téged áld. Egy új nap kér, és már ébred minden, itt az idő, hogy ágyalak, és bármi ér ma, bármit rejt az út előttem. Hagy zengjek este, és majd az égig ég, nem szűnök énekelni jóságodról. Tízezer okunkban, hogy zengjek
szenj úgy, mint soha még. Őt dicsél, ha nekem csak téged áll. Ha nekem csak téged áll. Ha nekem csak téged áll. Dicsőség néked, örökké való, megszentelt Krisztusunk, akinek halála életet hozott számunkra. Köszönjük, hogy vállaltad végigvinni azt, amiért a földre jöttél. Köszönöm, hogy nem menekültél el, nem futamodtál meg, nem kerested az egyszerűbb megoldást, nem azt tetted, amit az emberek szerettek volna, hanem azt, amit az Atya elvárt tőled. Hálánk legyen örök, szóljon mindaddig, míg magadhoz vonzol bennünket, immár nem a keresztfának közelébe, hanem a mennyei dicsőségbe, ahogyan azt megígérted az ige szavaink keresztül. Legyen ez így az életünknek örömteli pillanataiban, nehéz próbáiban, bizonyságul és erőforrásul mindnyájunk számára. Amen.